Köszöntöm kedves nézőinket, önök a heti tévé hírműsorát látják! Szabad Budapestet most címmel ismertette főpolgármester jelölti programját Horváth Csaba, az MSP jelöltje. Az ellenzéki fővárosi képviselő úgy értékelt, hogy Budapest valamennyi problémája a szabadság, az önállóság és a pénzügyi függetlenség hiányával írható le. Programja ezekre kínál megoldást. Szerinte a több mint tíz éve fejlesztett dokumentum egyben vádirat is Tarlós István főpolgármester, Orbán Viktor miniszterelnök és a Fidesz ellen, akik 2010 óta módszeresen rombolják és teszik tönkre a fővárost. Államosított és tönkretett iskolák, kórházak, építési telekként átjátszott városliget és tízezrével kivágott fák jellemezte a kormány kormánypárt és a főpolgármester tevékenységét. Horváth Csaba úgy látta, Tarlós István az elmúlt években nem képviselte a fővárosiak érdekeit, és ennek alapján alkalmatlan és méltatlan a folytatásra. A szocialista politikus közölte, a szabad és erős Budapest nincs pénzügyi önállóság nélkül. A programjából kiemelte, minden Budapesten befizetett 10 adóforintból 1 forintot megtart a főváros, ha őt választják főpolgármesternek. A Fidesz szerint a brüsszeli ellenzéki akció Soros György Európa Parlamenti Választási Kampányának a része. Hidvégi Balázs, a kormánypárt kommunikációs igazgatója azt mondta, kibújt a szög a zsákból. Kedden délután Brüsszelben együtt tüntetett a magyar ellenzék, Judith Sargentinivel, Soros György egyik legfontosabb emberével. Itt az újabb bizonyítéka annak, hogy ez az ellenzéki akció valójában már Soros Európa Parlamenti Kampányának része, amelyben bevetik Soros embereit is Kiemelte, Soros közvetlenül diktálja a tempót, mindent megmozgat, hogy hazánkat támadja, és már Szargenténit is kirendelte, hogy a magyar ellenzékkel együtt gyalázzák Magyarországot Brüsszelben. A politikus úgy látja, azért támadnak minket, mert a magyarok nemet mondtak a bevándorlásra, és a hazánk a Soros terv útjában áll, ezért szerveznek agresszív tüntetéseket Budapesten és Brüsszelben, közölte. Az állami számvevőszék szerint a fővárosi önkormányzat 2018-as forrásmegosztási rendelet alkotása szabályozott és szabályszerű volt, biztosította az átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználást. Az AS a forrásmegosztás ellenőrzéséről azt írta, az ellenőrzés eredményeképpen megállapították, hogy a fővárosi önkormányzat a múlt évi forrásmegosztási rendeletet a törvényi és a belső szabályozó eszközökben rögzített eljárásrend és határidők figyelembe Vételével szabályszerűen alkotta meg. A fővárost és a kerületeket osztottan megillető bevételeket, iparűzési és idegenforgalmi adó, késedelmi pótlék és bírság, valamint a fővárosi önkormányzati helyi adóztatással kapcsolatos kiadásokat megalapozottan a törvényben rögzített részesedési arányok érvényesítésével határozták meg. A számbevőszék megállapította továbbá, hogy szabályszerű volt a 2018. január 1-től augusztus 31-ig befolyt megosztandó bevételek pénzügyi elszámolása. Az egészségügyi szakdolgozók mindegyike részesülni fog béremelésben, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára. Horváth Ildikó azt mondta, az egészségügyi szakdolgozók bére 7 év alatt 2022-ig 7 lépcsőben 25 szeresére nő a 2016-os bérekhez képest, kiemelte, a 2018-as bérekhez viszonyítva 72%-os emelkedés lesz 2022-ig. Hozzátette, jelenleg is folyamatban van annak meghatározása, hogy melyik fizetési kategóriába tartozó szakdolgozó pontosan hány százalékos emelést kap. Az államtitkár a 2018-ban bevezetett elektronikus receptekről azt mondta, tavaly körülbelül 178 millió, így egy átlagos napon 800 ezer e-receptet váltottak ki az emberek, amelyből jól látszik, hogy ez egy biztonságos, jól működő rendszer. A magyar liberális párt szerint az Európa Parlament a jogállamiság feltételeit készül számon kérni Magyarországon és nem költségvetési terror tervez, ahogy a jobboldali sajtó állítja. Bősz Anett, az ellenzéki párt független országgyűlési képviselője elmondta, az Európai Parlament hamarosan tárgyalja a javaslatot, amely ideiglenesen felfüggesztené azoknak a tagállamoknak az uniós támogatását, amelyekben nem érvényesülnek a jogállamiság elvei, a demokratikus intézményrendszer stabilitása. A liberális politikus kifejtette Magyarországon a jogállamiság helyett egy illiberális hibrid rendszer létre, amelyben sérül az igazságszolgáltatás és az ügyészség függetlensége, emellett az egyenlő bánásmód elvesen valósul meg, a gazdaság pedig az uniós verseny helyett járadék vadászokra, oligarchákra és a rabszolgatörvényre épül. Külpolitikai híreink. Az ENSZ globális migrációs csomagja egyértelműen veszélyt jelent az egész világra, hiszen újabb jelentős migrációs hullámok elindulásához fog vezetni, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A politikus szerint a dokumentumban minden benne van, ami ehhez szükséges, és semmi olyan, ami a migráció megállítását segíteni elő. Ez a csomag kizárólag a migránsok érdekeit tartja szem előtt, és nem foglalkozik azoknak az embereknek az érdekeivel, akik biztonságban és nyugodt körülmények között szeretnének élni a saját hazájukban, hangsúlyozta a miniszter. Norvégia 2018-ban 2654 menedékkérelmet regisztrált. Ezzel az utóbbi két évtized legalacsonyabb szintjére esett vissza a kérvények száma, jelentette a Norvég Bevándorlási Hivatal. A múlt évben a norvégiai menedékkérelmek több mint negyedét, összesen 765-öt török állampolgárok nyújtották be, akik egyre növekvő számban folyamodnak menekült státuszért a skandináv a 2016. júliusában kudartva fulladt törökországi pucskísérlet óta. A törökök mellett a legtöbben 419 kérelemmel, a szíriai és 241 kérelemmel eritrejaiak vezették a menedékkérők listáját, tájékoztatott a Norvég bevándorlási hivatal. Nem voltak társai a csaknem ezer német közszereplőt érintő adatlopásnak a feltételezett elkövető a nyomozás első megállapításai alapján önállóan közreműködők nélkül tevékenykedett, ismertették Wiesbadenben a Német Szövetségi Bűnügyi Hivatal és az informatikai bűncselekmények feltárásával foglalkozó ügyészség tájékoztatóján. A gyanúsított 20 éves német állampolgár a szüleivel él Hessen tartományban, tanulói jogviszonyban áll, büntetlen előéletű. Aktív és volt politikusok, újságírók, művészek személyes adatait szerezte meg, és hozta nyilvánosságra illetéktelenül. Informatikai szakképzettsége nincs, de volt elég ideje, és érdeklődése az adatok eltulajdonításához szükséges ismeretek megszerzéséhez fogalmaztak. Tettét azzal indokolta, hogy dühítették az érintett közszereplők egyes megnyilvánulásai, mondta Georg Ungefuk, a ZIT vezetője. Jó eséllyel újabb mandátumot szerezhet az idei romániai elnökválasztáson Klaus Johannis hivatalban lévő államfő, aki az első erről készült felmérés tanúsága szerint több mint kétszer annyi támogatóval rendelkezik, mint legnépszerűbb ellenfele Kalin Popescu Taricsánú szenátusi elnök, állapította az IMASZ közvéleménykutatóintézet. A tavaly december 4 és 20-a között elvégzett telefonos felmérés szerint ha megkérdezettek, 35 a megkérdezettek 35%-a voksolna az ellenzéki nemzeti liberális párt által támogatott Johannisra, ha most megrendeznék az elnökválasztást. A kormány oldal legnagyobb népszerűségnek örvendő jelöltjének a kisebbi kormánypártot, a liberális áld áldét vezető Táricsánú bizonyult, akire a megkérdezettek 14%-a adná voksát. A két évvel ezelőtti parlamenti választásokat torony magasan megnyerő PSD mérepülését az IMASZ közvélemény kutatása is visszaigazolta, amely szerint a PNL ma 17,1%-os eredménnyel megelőzni a 16,4%-os eredményre taksált PSD-t. Az előzetes várakozással szemben Recep Tayyip Erdogan török elnök nem tárgyalt az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója, John Bolton által vezetett amerikai küldöttséggel, amely a szíriai-amerikai csapat kivonásról jött egyeztetni Ankarába. Azt mondta, Bolton tárgyaló partnere Ibrahim Kalin török elnöki szóvivő, aki egyben az államfői hivatalhoz tartozó biztonsági és külpolitikai bizottság elnök helyettese. Ha szükséges lett volna, Bolton velem is találkozik, de nem volt az, nem szabad ezt jelzésértékűnek tekinteni, fogalmazott. A török elnök hozzátette, Donald Trump amerikai elnökkel bármely pillanatban egyeztethet. Bolton és delegációja James Jeffrey, az Egyesült Államok szíriai külön megbízottja, valamint Joseph Dunford amerikai vezérkari főnök kedd délelőtt több mint két órán át egyeztetett az Ibrahim Kalin vezette török tárgyalóféllel. Az izraeli biztonsági erők letartóztatták a múlt hónapban Givat Asaf mellett végrehajtott halálos terrortámadás elkövetőjét, közölte a rendőrség. Az izraeli hadsereg gyanúja szerint Asen Bargu nyitott tüzet december 13-án a Givat Asaf előörs melletti buszmegállóban lévő izraeli katonákra és civilekre, megölve Juval Mor Josef őrmestert és Josef Cohen szakaszvezetőt. A támadásban súlyosan megsebesült egy másik katona és egy civil nő is. Aszem a támadás után elmenekült a helyszínről, és közel egy hónapig bujkált egészen tegnap reggelig, amikor a biztonsági erők Abu Haidimben letartóztatták, mondta a Simbét belbiztonsági szolgálat. A Simbét szerint Aszem részt vett az Ofra melletti december 9-én végrehajtott fegyveres támadásban is testvérével, Salih Bargutival. Salit december 12-én ölte meg a hadsereg egy letartóztatási kísérlet során Ramallah közelében. A Simbét szerint Bárguti az elmúlt napokban további terror terrortámadások végrehajtására készült. A letartóztatás során a biztonsági erők egy Kalasnyikov gépkarabét, számos teli tölténytárat és látó felszerelést találtak és koboztak el. Bárguti egy bűntársa otthonában húzta meg magát Abu mely szülővárosa falu szomszédságában található. Benjamin Netanyahu miniszterelnök Twitteren gratulált az izraeli védelmi erők, a Simbét és a rendőrség terror elhárító egységének sikeres akciójához mondván Izrael keze eléri azokat akik ártanak polgárainknak és Izrael állam bíróság elé állítja őket Gazdasági híreink. Az online rendszer indulása óta eltelt fél év alatt bebizonyosodott, hogy segítségével szinte azonnal kiszűrhetőek a családgazdálkodók. A kormány legújabb gazdaságfehérítő eszköze nem csak a jogkövető vállalkozásokat segíti, hanem az államkassa bevételeire is jótékonyan hat, mondta Varga Mihály. A pénzügyminiszter kiemelte, hogy a január elejéig beküldött 28 millió számla rengeteg adatot tartalmaz, amelyek elemzése után jól elkülönülnek egymástól a szabályokat be nem tartó és a jogkövető adózók. Az online számla még az Európai Unió legnehezebben felderíthető csalástípusával, a számlázási cégláncok adócsalásával szemben is hatékony, emelte ki Varga Mihály. Hozzátéve, hogy az online számla adatszolgáltatással olyan adathalmaz áll a Nemzeti Adó- és Vám Vámhivatal rendelkezésére, amelyel már jelen időben felderíthetők a csalárdláncolatok. Híreinkről bővebb információt a www.brajerpress.com, illetve a on olvashatnak. Én köszönöm figyelmüket a viszontlátásra! Hazánkban szerdán délelőtt több felé maradt borult, csapadékos az idő, csak helyenként szakadozhat fel a felhőzet. Délután változóan felhős lesz az ég, futó, zápor, havas eső, hózápor, gyenge, ónoseső eső elszort jelleggel kialakulhat. A szélnap közben mérsékelt nyugati lesz, hajnalban mínusz 5-1 fok várható, a hőmérséklet csúcsértéke mínusz 1-5 fok között alakul, késő este mínusz 4-1 fok lesz. Köszönöm figyelmüket, legyen szép napjuk, öltözzenek melegen, a viszontlátásra